Beszóló. Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Szép délután kívánok mindenkinek, valóban én vagyok a mikrofonnál, és amiről az elkövetkezendő két órában szó lesz az Oroszország, mindez természetesen az orosz-ukrán háború kapcsán. Első vendégem Stier Gábor, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A moszkvatér.com alapító szerkesztője. A minap valamelyik adásban beszéltem Mitrovics Miklóssal, és a háborúról beszélgetünk, elsősorban a lengyel vonatkozásokról, de felmerült az, hogy az odáig rendben van, hogy Szentpéterváron és Moszkvában nagyon örültek annak idején a Krím elfoglalásának, és talán most is a hadisikereknek, amennyiben úgy tálalják őket, de kérdés az, hogy mondjuk mindez Vlagyivosztokban, az ország más felén ez miként érkezik meg, hogy Oroszország, amely hatalmas ország, annak az ázsiai területein, különböző vidékeken, mennyire, meddig tűrik az, vagy meddig jó az nekik, hogy a nagyon pici részt kitevő európai területekről és az azon való hadviselésről van folyamatosan szó. Az lenne a kérdésem, hogy ehhez hozzá tud-e bármit tenni így indításként? Igen. Hát akkor, amikor Jakutföldön jártam, magam számára is meglepően naív kérdést tettem föl az ott élőknek, hogy amikor jártak Moszkvába, stb., hát már a tizedik embernél jártam, aki életében nem járt Moszkvában, viszont többször járt Japánban, Kínában, tehát a szibériai embereknek kicsit más a világuk, más a földrajzi képük. Ettől függetlenül, amikor arra terelődött a szó, hogy Oroszország így vagy úgy, járt Moszkvában, nem járt Moszkvába, ő orosz. Tehát az orosz nemzeti identitás, az a nemzeti identitás, amely egyben birodalmi is, és inkább birodalmi, az az egész országra jellemző. Én nem földrajzilag különíteném el például azt, hogy a Távol-Keleten vagy Szibéria belsőbb részein élők másképp gondolkodnak mondjuk a háborúról, mint az európai részen, a Glubinkában, vagy a Moszkvában, vagy Szentpéterváron élők, hanem inkább a társadalom szociális csoportjai különböznek véleményem szerint, ha különböznek. Mert kezdjük azzal, hogy a társadalomnak majdnem 80%-a különböző, hangsúlyozom, különböző felmérések szerint, ebben van Állami Szociológiai Intézet és független Levada Központ külföldi ügynöknek bélyegzett vagy minősített. Tehát majdnem 80%-a a társadalomnak támogatja a ott különleges műveleteknek nevezett háborút. Tehát lehet, igen, tehát amikor itt a fölvezetőben hallom, hogy akkor, amikor azt hallják, hogy vagy úgy tálalják nekik a háborút, és erről még gondolom szó lesz, hogy tálalják, tehát akkor ez befolyásolja az embereket. De a mai világban, tehát az internet világában azért az információkat nem lehet eltitkolni az oroszok elől, tehát mindenki tudja azt, hogy miről van szó, még hogyha nem is háborúnak nevezik, és igen, hat rájuk a propaganda, de az is hat rájuk, hogy az elmúlt 8 évben mit hallottak, és nem csak az orosz tévéből, hanem az interneten keresztül mit tudtak meg Ukrajnáról. Az nem túl pozitív. Pozitív viszont az, hogy az orosz, hát itt elsősorban persze, hogyha már földrajzilag gondolkodunk az európai részen élőknek, nagyon-nagyon sok embernek közvetlen kapcsolata van Ukrajnával, rokoni kapcsolatok. Hát ők teljesen lepadlóztak, mert hát a szeretteik, a barátaik élnek a másik oldalon, és most éppen nem tudják, hogy élnek, halnak, menekülnek, merre járnak. Tehát ez az egyik dolog. A társadalmon belüli különbségek. Tehát egyik az, hogy a leginkább a középosztály érzi meg ezeket a szankciókat, a háborúk következményeit. Ők érezték meg legelőször, tehát az utazás leállásával,
egyéb dolgokon keresztül. Tehát ők a leghangosabbak, leghangosabban tiltakoznak. Az oligarchákat nem érdekli az egész. Persze egy-kettő megszólalt, hogy nagyon csúnya a háború, és talán nem kéne, de őket nem fogja megrázni a millió dolláros jachtjaik lefoglalása sem. Ők az ilyen helyzetekben is, láss 2014, sokan gazdagodtak. A társadalom szegényebb rétegei meg idáig sem éltek olyan nagyon jól, meg ezután sem fognak olyan nagyon rosszul élni. Tehát őtőlük nehéz mit elvenni, tehát ők nem utaznak, tehát az nem érinti őket. Az élelmiszer árakat pedig van egy ilyen nagyjából 20%-os drágulás, de az egész világon van. Tehát az élelmiszer árakat viszont arra figyel az állam egyelőre legalábbis, hogy az alapélelmiszerek ára nem nagyon szálljon el. Térjünk vissza egy kicsikét ehhez a Jakucki látogatáshoz, mert még a Bajkál-tótól jóval észak-keletebbre van. Azt szokás mondani, hogy a világ leghidegebb városa. Nem tudom, nincsen összehasonlítási alapom, ugyanis ott még soha nem voltam. Én meg Trondheimben és Tromsőben voltam nyáron, tehát az, amelyik picivel északabbra van Jakucknál, de Jakuckban nem, tehát nem tudom megmondani, hogy mennyiben más az a világ. Ezt most nem tudom, hogy rádión keresztül hogyan lehet érzékeltetni, mint ahogy Moszkvában élnek, illetve azt, ahogy reprezentálódik az orosz élet a nyugati médiában, ideértve Magyarországot is. Hát a szibériai részek egyrészt a természeti kincsek miatt gazdagabbak, különösen a nyugat-szibériai olajlelőhelyeken élők, tehát ott vannak nagyon Hantimanszészk, tehát olyan városok, tehát ahol tényleg jól élnek. Általában véve nagyon rossz életkörülmények miatt nem nagyon igyekeznek oda, akik nem ott születtek. Éppen ezért nagy-nagy kedvezményeket kapnak, földvásárlás, ingyen föld, lakhatás, fizetéskiegészítések, de így sem nagyon tudja Oroszország megakadályozni Szibériának nem azt mondom, hogy kihalását, de a demográfiai egyensúlytalanságot, ami egyébként Kína miatt is már geopolitikai veszélyt is jelent. Tehát az emberek inkább úgy fogalmaznék, hogy ahhoz képest, hogy micsoda adottságokkal rendelkezik az a része Oroszországnak, ahhoz képest rosszul élnek, az, hogy milyen természeti körülmények között, arról nem Oroszország tehet. Én inkább azzal hasonlítanám össze, hogy az orosz Glubinkában, az orosz vidéken, az európai vidéken élnek. Hát nagyjából az. Tehát az viszont nagy... Úgy fogalmaznék, hogy hasonlít a magyar vidéki életszínvonalhoz. Tehát a magyar vidék és a Budapest vagy a nagyvárosok között is van. Jó, hát erről inkább Csáki Juditot kérdezzük majd meg. Jó. A magyar falu és a magyar város között lehet akkor már inkább életmódbéli különbségeket felfedezni, a magyar vidék és a főváros között szerintem kevésbé, és gondolom ez így nagyobb van. A különbség Oroszországban. Oroszországban a léptékek ebben is nagyobbak. Tehát ez a különbségek is minden nagyobb méretekben jelenik meg. De azért a különbség mértéke... Hát mondom, hogyha az európai részekkel hasonlítom össze, akkor azért nincs akkora különbség. Igen, azt próbáltam valahogy feszegetni, hogy a hozzáállásuk az milyen lehet az ilyen orosz ügyekhez, külpolitikához, aktuális orosz politikai célokhoz, de amire legutóbb is jutottunk mi így pár szót erről beszélve, és az önmondandójában is előkerült, hogy az orosz birodalmi tudat az, ami ezek szerint vidéken is nagyon erős. Ez, ami összekapcsolhatja ezek szerint az oroszokat. Miként került, tehát hogy miként tekintenek magukra, hiszen Irkutszkban is gondolom oroszokkal találkozott javarészt, hogy és ők pedig ugye oda beköltözők, ezt hogyan élik ők meg?
Mármint a háborút? Hát, nem a háborút, hanem az ő beköltöző létüket. Mennyiben tekintik magukat őshonosnak, Irkutszkban egy orosz család, mennyiben az oroszok szibériai hídfőállásának, és így tovább. Mert mondom, az orosz birodalomról beszélgettünk. Értem, igen. Tehát ilyen nagy léptékben ilyen nem gondolkodnak, hogy ők lennének az oroszok szibériai hídfőállása. Ezek az emberek élni akarnak. Ezek az emberek azért mentek oda, mert a Szovjetunió idején az iparosításkor jobb lehetőségeket ajánlottak. Volt, aki mondjuk házasság révén került oda. Tehát nem nagy politikában gondolkodnak. Tehát akkor, amikor a moszkvai dolgokról, jelen pillanatban adott esetben a háborúról beszélünk, akkor beszélnek, vagy gondolkodnak, akkor ugyanúgy kicsit távolabb áll tőlük, mint mondjuk a nagyvárosi polgárságtól, de mivel ők is ugyanazt a tévét, ugyanazt a műsort nézik, ugyanazban a nagy közegben élnek, ugyanúgy orosznak érzik magukat, különbség inkább a beköltözöttek, vagy a frissen beköltözöttek és a helyiek, tehát az őslakosok között van, de az ott élők már asszimilálódtak, tehát azok nincs akkora különbség, tehát nincs feszültség, mondanám azt. Ha feszültség van, vagy furcsán néznek például az egyre nagyobb kínai telepekre, kínai városok, nagyon sok vendégmunkás van a szibériai városokban. Tehát inkább ezzel kapcsolatban vannak fenntartások, de azzal, hogy valaki orosz nemzetiségű, vagy adott esetben jakut, vagy másmilyen, a között olyan nagy nincs. Tehát, hogyha politikai értelmiségével beszélünk, az természetesen más, például a nyugat-szibériai területeken, mondjuk a finnugorok, azok az értelmiség, még egyszer hangsúlyozom, azok kiemelik azt, hogy ők egy kicsit elnyomják, háttérbe szorítják, az oroszok a fontosak, Moszkva fontos, ez viszont általános, Moszkvára minden, tehát Kelet-Szibériában, Nyugat-Szibériában egyaránt ilyen ferde szemmel néznek, Moszkvát nem szereti. Na mi ez? Az ugyanazért, amiért mondjuk Budapestet? Nagyjából igen. A központ, ami igen. Mindent elszív? Így van, hát és valójában mindent elszív, a vidéknek, a provinciának nagyon kevés jut, és annak ellenére kevés jut, hogy Szibériában micsoda vagyonok, micsoda természeti kincsek vannak, de a Szibériában a természeti kincseket kiaknázó cégeknek a központja mind Moszkvában van, Moszkvában adózik, tehát ott is csapódik le a nyereség, már amit nem lopnak el. Na akkor egy kicsikét fantáziáljunk, vagy mondjuk ilyen science fiction-szerű dologba csapjunk bele. Jakutszk például az Jakut földön van, ahol az oroszok kisebbségben vannak, Jakut adja a legnagyobb etnikumot. De egész Oroszországban nem teszi ki 80%-át az oroszok aránya. Mennyi esélye van, hogy mondjuk egy ukrajnai kudarc, vagy bármi más, vagy akár kínai betelepülés következtében fellazul az orosz birodalom, az Oroszország, és olyan szeparatista törekvések lesznek, mint amit mondjuk Csecsenföldön láttunk 20-valahány éve. Már az előbb is akartam említeni Csecsenföldet, hiszen nagyon érdekes dolog az, hogy éppen a Kadirovcik, a Csecsen nemzetvédelmi, a nemzetvédelmi gárdának a Csecsen osztaga az egyik leginkább piárolt Ukrajnában. Tehát pontosan azokat a tételeket cáfolja ez is, hogy adott esetben egy szibériai, egy kaukázusi másképp állna a háborúhoz, mint mondjuk egy orosz. Tehát éppenséggel Kadirov a legfőbb kommunikátora ennek a háborúnak, nyugati típusú kommunikátora, a Twitteren, az interneten, mindenhol, és minden nap megszólal, ahhoz képest a Krem, a hivatalos kommunikáció léptékekkel le van maradva. Tehát én nem gondolom azt, hogy egyelőre legalábbis a háborúnak ebben a szakaszában, vagy még amit előre láthatunk, abban a szakaszában nagyon megtörne a társadalmi egység. Az orosz társadalom egysége akkor törhet meg például, hogyha egyik példa.
Tehát egyik, hogyha nagyon elhúzódik a háború, és nagyon rossz, nagyon romlanak a szociális viszonyok, az már fölveti azokat a kérdéseket, ami nem a szociális dolgokkal kapcsolódik össze, vagy a másik, az, hogyha sikerülne az a egyik nyugati fő terv, hogy megbuktassák a Putyin rendszert, a Vlagyimir Putyint. És ebben az esetben már, és azért nem biztos, hogy ez annyira jó mondjuk Európának, megindulhatna egy kaotikus állapot, egy szétesési folyamat. De egyelőre jelen pillanatban ennek jelei nincsenek. De biztos, hogy így marad? Hát azt se gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió esik. Én azt mondtam, amíg belátható. Tehát, hogy meddig lemondom, hogy konkretizáljuk a nyár végéig, év végéig. Fantáziáljunk arról, hogy milyen repedések lehetnek az orosz társadalomban, az orosz etnikumok között, vagy tényleg ez teljes egészében a fantázia világába tartozik csak? Az orosz társadalom belül természetesen, hogyha ha repedések lesznek, akkor az etnikumok között, akkor a Kaukázus az, amelyik elsősorban és az első között szokott szeparatista kísérleteket tenni. Nem hiszem, hogy Szibéria például, tehát Szibériában nem gondolnám, hogy ilyen törekvések lennének. Esetleg mondom, elsősorban a Kaukázus, a déli részek, és mondjuk talán Tatársztán, de ők pedig azért nem, a 90-es években azért az élen jártak ebben, de most azért nem, mert gazdasági értelem az egyik legjobban ellátott és legjobban élő része Oroszországnak, tehát hát gondolom, csak akkor, hogyha nagyon rosszra fordul általában a helyzet. Gondolom nem véletlenül a Kaukázus az egyik legjobban ellátott része Oroszországnak, pont nem, azért. Nem Kaukázus, az Kaukázus a szegény, én Tatárföldre gondoltam, tehát ő gazdaságilag jól áll. Hát már pedig, ha valahova a Putyin helyébe koncentrálnék jóléti intézkedéseket, az Kaukázus lenne, mint folyamatos lőporos hordó a térségben. Hát gondolt is rá, például Grozny hatalmas változásokon ment át. Na most itt, ha már a háborúról beszélünk, tehát azt is porrá lőtték, szanaszét volt, és hát ízlés kérdése, de egy modern város lett belőle. Ez az ízlés kérdése, ez alatt hát mit értünk? Hát az építészetre gondoltam. Értem. Azért élvezem ezt a beszélgetést, mert hogy ugye bennem megvan az a hibám, hogy szeretem túlbeszélni adott esetben az interjú alanyaimat olyasmikről, ami érdekel is tudok, és az a helyzet, hogy bár rohadtul érdekel, de soha nem voltam Oroszországnak ezen a vidékén, meg úgy általában Oroszország területein, és tényleg próbálom azt valahogy kicsiholni ebből a beszélgetésből, hogy mi az, ami más, amit nehezen tudunk mi elképzelni, és hogy miként csatlakozott rá mondjuk a Szovjetunió összeroppanása utáni orosz vidék hát a modern világra. Tehát a Szovjetunió összeomlása után azért nem csak a Kaukázusban, nem csak Csecsenföldön, hanem más részeken is. Tehát a szuverenitások parádéja volt, tehát mindenki el akart szakadni, és nagyon sokan mondják, hogy Oroszország még eljuthat abba a helyzetbe, amikor újra ilyen állapot van. Ez, én úgy gondolom, hogy azért itt a vágyvezérelt ez a gondolkodás. Természetesen eljuthat, tehát fantáziálhatunk, de egyelőre nem a felé haladnak a dolgok. Tehát ahogy 2014-ben a Krím Oroszországhoz csatolása, ahogy ők fogalmaznak hazatérése, összerántotta a társadalmat, úgy most nem volt várható, hogy ilyen számok lesznek, hogy 80% körüli a háború támogatottsága, Putyin támogatottsága még magasabb, 83%. Tehát, és mégis, mert abban a pillanatban beszéltem én például ismerőseimmel Moszkvából, hogy akik panaszkodtak, megdöbbenten reagáltak, hogy mi történt, miért kellett, stb., hogy milyen hülyeség ez a háború, miért kellett a testvérnépre rátámadni, de a következő mondat rögtön az volt, hogy de a hadsereg mellett kiállunk, mert az a miénk, mi oroszok vagyunk, és
hogyha valami problémánk van a vezetéssel, akkor majd azután azt lerendezzük, hogyha győztünk. Elnézést. A kérdésem az, hogy mint mondta, említette, hogy Jakutszkban nem voltak ők soha nyugaton, most a szankciók, utazási tilalmak elsősorban. Voltak viszont keleten, Japánban, Kínában többször. Hát ez az. Ezt próbálnám megtudakolni, de nem most, mert el fogunk menni egy pár perces szünetre, hanem utána. Arról, hogy mit okoz Oroszországon belül a különböző orientáció, tehát hogy mondjuk az orosz távol-keleten voltak Japánban, Kínában, míg ugye a moszkvaiak azok, meg szentpéterváriak, meg ukrán határ mellett élők, azok mennek nyugatra és délre, hogy ez milyen speciális helyzetet terem, de mondom, ezt pár perc múlva beszéljük meg, mindjárt jövünk vissza, és Stier Gáborral folytatjuk tovább a beszélgetést Oroszországról. Beszóló. Interaktív kibeszélőshow a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok. Én bőszen ajánlom 12 éven aluljaknak is a műsor. Stier Gáborral beszélgetek Oroszországról. Jó napot kívánok újra. Jó napot kívánok. És ott hagytuk abban, hogy mit okoz az Oroszországban, hogy az ország egyik része keletfele orientálódik, azt ismeri Japánt, Kínát, Mongóliát, másik része meg nyugatra tekint, immár 300 éve, hogy ez okoz bármiféle feszültséget, megjelenik-e valami belső gazdagságélményben, tehát hogy az a fajta birodalmi központ, mondjuk amit Londonban megcsodálhat az ember, hogy belép, és akkor tényleg azt látja, hogy az egész föld ott van. Vagy ez egy ilyen említésre méltó dolog se? Hát kérdezem, hát Oroszország eurázsiai ország, tehát az, hogy két arcú, ott Ázsia és Európa, az arrafelé természetes. Természetes dolog az, hogy az ország egyik fele jobban tudja, hogy mondjuk Kínában vagy Japánban mit lehet olcsóbban venni, míg a másik Finnországba jár át vásárolni. Mármint nem most, hanem amíg járhatott. Tehát ezeket ők természetes módon élik meg. Akkor, amikor én Jakutszban arról beszélgettem, hogy naiv módon, hogy hányszor jártak Moszkvába, és egyszer sem, és nem is fognak, mert 6 óra repülővel az utazás, akkor azt is tudomásul kell venni, hogyha az egész Oroszországot nézzük, és akkor, hogy hányszor jártak külföldön, akkor az oroszok maximum 30%-ának van külföldi útlevele. Tehát a társadalom nagy része nem járt külföldön, vagy ha járt is, akkor hát nem jár folyamatosan, mint az a szűk 3% mondjuk az oligarchák és a leggazdagabb réteg, vagy a mondjuk gyenge 10% még az a középréteg, akikkel elsősorban mondjuk Magyarországon vagy Közép-Európában és Európában is találkozunk. Tehát az identitás szempontjából viszont nagyon fontos az, hogy ők egy ország részének érzik magukat, azon belül megvan a saját identitásuk, kaukázusi, vagy jakut, vagy orosz, plusz még erre rájön az, hogy az európai részeknek más a kultúrája, mint a szibériai, vagy a kaukázusi, és ez a három nagy egység véleményem szerint, hogyha nagyon részletekben nem megyünk bele, de jelen pillanatban akkor, amikor, és itt nem csak mi fantáziáltunk a műsor első felében arról, hogy Oroszország szétesett vagy nem, hiszen épp a napokban olvastam, az egyik Duma képviselő már tudni vélte, hogy Amerikának olyan tervei vannak, amelyben 8-9 részre fog szakadni Oroszország, de hozzáteszem, amíg ilyen erős nyomás nehezedik az országra, az mindenképpen inkább összetartja minden problémája, tehát a hatalom minden problémája ellenére az orosz társadalmat, és mint ahogy a felmérések is mutatják, ha abból még 10%-ot leveszünk, akkor is egy társadalmi egységről beszélhetünk már, ami a hatalom, tehát Putyin támogatottságát, illetve a háború, ott különleges műveleteknek nevezett háború támogatottságát nézzük. Annak ellenére, és itt megint most elsősorban az európai részről beszélek, hogy
különleges kapcsolatok, testvéri kapcsolatok fűzik Ukrajnához a társadalom jelentős részét, és testvéri népnek tartják, teljesen természetes módon a szlávok összetartanak, de egész más a viszonya Oroszországnak, az oroszoknak az ukrán hatalomhoz, tehát az vele egyáltalán abszolút negatív, és más az ukrán társadalomhoz, az ukrán néphez. Jó, Putyin szóba került róla, még váltsunk majd pár szót. A Jakutföldön szamojéd leszármazottak élnek, de finnugorok nem nagyon. Azok nyugat-Szibériában. Így van, hogy olyan vidéken járt-e? Nem, annyira vidéken nem jártam. A Lénán hajóztam hosszan-hosszan, meg Jakutban voltam. Tehát vidéki településeken élőkkel nem nagyon találkoztam, és alig láttam települést is, amikor azért egy napon a lénai sziklákig elhajóztunk. Tehát az olyan csodálatos természeti szépség, amit arra lát az ember, és mondjuk egy magyar embernek, tehát amikor azt nézem a Lénán, hogy nem látom a szélét, és akkor amit látok, egyébként ez csak erdő és mindenhol. Tehát Oroszországnak nem csak az a sajátja, hogy nagyon sok olaja, gáza van, hanem a természeti szépsége is. Tehát a terei. Ezek egybe vannak valahol lelkileg. Honnan ment? Tehát egyből Magyarországról határoztál, hogy fel fogja keresni? Moszkvából. Tehát Moszkvából utaztam. 6,5 óra volt az út, hát számomra már az is kicsit megrázó volt. Tehát azért nem szoktunk olyan hosszú repülésekhez. Tehát nem Moszkva volt, és akkor onnan mentünk. Na most, a kérdésem az erre vonatkozott, mert erre vonatkozik majd most, amit fel fogok tenni, mert hogy azt mondta, hogy nem mennek vidékről Moszkvába, mármint a távoli vidékekről Moszkvába, nem is szeretik. Na de, hogy van-e Moszkva, Szentpétervár és a többi nagyvárosból kelet felé tartó turizmus, tájékozódás, milyen a belső mozgásuk? Tájékozódás van természetesen, de turizmust én nem nevezném ezt turizmusnak. Ez ugyanolyan, mint megint csak kicsit Magyarország, nincs Magyarországgal hasonlítanám, hogy hát nagyon sok vidék is nagyon kevésszer jár Budapesten, tehát higgyék el. És a másik pedig az, hogy Budapesti is csak szavazatot számolálni megy vidékre, igen, értem. Igen, most erre direkt nem akartam erre kitérni, de nem a belföldi turizmus ott sem az erősség, ha igen, de mert van ilyen, akkor a Krím, akkor a Kaukázus, és nem elsősorban Szibéria. Szibéria az extrém turistáknak, hiszen azért ott nagyon-nagyon rideg viszonyok vannak, gyönyörű a táj, aki szeret túrázni, bármit, az a vadvizeket, a természetet szereti, de ez a társadalomnak egy kicsi része. Egyébként is drága oda eljutni, a másik pedig az, hogy a nagy erdőkön kívül, a gyönyörű tájon kívül azért, szóval nem a klasszikus turizmusnak, tehát, és ezért tömegek oda nem mennek. Ami, hogy is mondjam, csak a részükről badarság, de akkor találtam egy piacirést, hogyha mégis a magyar médiában való szereplésem megszűnne, akkor belső turizmusra alapító orosz céget hoznék létre. Az a probléma, hogy nem beszélek oroszul, nem tartom magamat különösebben félős embernek, de az a helyzet, hogy ha valakitől életemben nagyon féltem, akkor az általános iskolai orosz tanárnő volt, és ez a mai napig ilyen lidérc nyomásként kísért, és éppen ez ezért lukistátonga az ismereteimet illetően, tehát az orosz ismereteimet illetően. Viszont akkor kanyarodjunk egy kicsikét rá az aktuál politikára. Ez a nagy, sokszínű, sokfele tájékozó társadalomban mi volt az, amit a Putyin valahogy elkapott? Mert a Putyin hatalomgyakorlásának van egy nagyon profán, egyszerű oka. Az oroszok éljenek bárhol is, két dologgal tudják összevetni, a Szovjetunióval, illetve a 90-es évekkel, és azt gondolom, hogy az átlag orosz számára ez egy jobb életet és nagyobb biztonságot jelentett. Nagyobb biztonságot mindenképpen, mint a 90-es évek, és nagyobb jólétet is, mint a Szovjetunió. De ezen túl, mert mi volt az, ami, hiszen ő
már az első választásán is nagyon nyert. Igaz, hogy ez a csecsenföldi katonai műveletek miatt népszerűsége is volt. Hát ez a nagyon nyert, az európai mértékben nagyon nyert, tehát azt, ha jól emlékszem, 52%, vagy talán 53 volt. Mert Zyuganov volt akkor még a legnagyobb ellenfele, ha jól emlékszem, így kapásból. Hát igen, aztán Zyuganov a Jelcinnek volt igazán a nagy ellenfele. Tehát a Putyinnak a titka való, kezdeném azzal, hogy ami félig el is hangzott, egy nagyon földhöz ragadt dolog. Az, hogy a 90-es évek szétesése, szociális és általános szétesése után összeszedte az országot. Az emberek elkezdtek sokkal jobban élni, a körülmények sokkal jobbá váltak, a biztonság növekedett, és itt jött még egy nagyon fontos dolog, egy lelki tényező, hogy Oroszország fölállt, Oroszország a megalázott helyzetéből a térdre kényszerített Oroszország fölállt, és visszatért a nemzetközi porondra, a globális porondra. És igen, a globális porondra visszatérésre abból nem lehet kenyeret venni, de az orosz léleknek, az már többször megemlített birodalmi tudatnak nagyon fontos. Tehát az, hogy vagyunk valakik, mert mindig is voltunk valakik, mi oroszok vagyunk, illetőleg Oroszország állampolgárai, oroszországiak. Tehát azért mondom, hogy hangsúlyozom ezt, mert, és még egyszer visszatérek Kadirovra és a csecsenekre, a csecsenek hangosabban legalábbis, nagyobb zajjal, nagyobb média fölhajtással harcolnak Ukrajnában, mint az oroszok. Nagyobb média fölhajtással. Hogy szóba hozta, hogy visszatért Oroszország a világporondjára, megjelent. Ugyan abból kenyeret nem lehet venni, viszont azok, akik bekapcsolódtak a nagyvilág bármilyen áramlatába, sportolóként, tudósként, művészként, ők még kenyeret is vettek ebből. Valószínűleg jelen pillanatban igen rosszul érinti őket, hogy sorozatban küldik haza, legyen szó sportolóról, vagy éppen Londonban székelő oligarcháról. Van-e valami információja arról, hogy ezt az érintettek miként élik meg? Azt, hogy az érintettek hogy élik meg, azt én is csak a médiából látom, meg a nyilatkozataikból. Az orosz társadalom, egy mondat erejéig, az orosz társadalom ezt megint csak megalázásként éli meg helyettük is. Tehát addig, amíg ilyen, nem tudok másképp fogalmazni, már a rasszizmus súroló hozzáállás van az orosz kultúrához, az orosz kultúra személyiségeihez, az orosz sportolókhoz, addig az orosz társadalom összezár. Az orosz társadalom megvédi ezeket a csillagokat, ezeket a személyeket, mert ő magát érzi támadva ezáltal. Ő magát is, és kikéri magán, teljes joggal. Mert ami most történik, akár a kultúrában, az már a kultúrában az a könyv égetéseknek a határát súrolja. Tehát hogy én elképzelni nem tudom, hogy mi értelme van annak, hogy a Boris Godunovot vagy Csajkovszkit leveszik a műsorról azért, mert Putyin megtámadta Ukrajnát. Tehát ezt teljesen külön választanám, meg azt is, hogy miért kell mondjuk Németországból 6 ritmikus gimnasztikával foglalkozó tornást hazaküldeni. Miért? Azt megértem, hogy mondjuk a BL döntőt, vagy a nagy sportrendezvényeket elveszik Moszkvától, vagy az Aeroflot, vagy a Gazpromnak a szponzorszerződéseit a Manchester United vagy a Schalke fölmondja. Igen, ezeket megértem, de azt, hogy miért kell mondjuk Anna Netrebkót meghurcolni, a világ egyik leghíresebb operaénekesét, minden föllépését le kellett, hogy mondja, kitiltani, azért, mert nem ítéli el az országot. Hát már én teljesen igazat adok Netrebkónak, aki aztán azt nyilatkozta ennek kapcsán, hogy mindenkinek magánügye az, hogy hogyan áll az egészhez, elítéli a háborút, de ne várják tőle, hogy elítélje a hazáját, a szülőföldjét. Tehát
Én ezt abszurdnak tartom, ami itt van, és a hatása is kontraproduktív. Igen, ez teljesen érthető, amit elmond, meg hogy van ez az összezárás, de hogy az az összezárás, akkor is van-e összezárás, hogyha Putyinnal szemben ebben a helyzetben Oroszországban fogalmaz meg valaki kritikát? Hát, hogy finom legyek, azzal kapcsolatban a egy-két értelmiségi vagy újságíró tehát emeli fel a hangját, de a társadalom hallgat, mert olyan a rendszer. Tehát messze nem mindenki ért egyet azzal, hogy nem lehet bírálni, vagy hogy állnak hozzá tehát például a médiában az, hogy nem lehet csak a hivatalos álláspontot leírni, hangoztatni, közvetíteni. Hát ez messze nem tetszik mindenkinek. Egyébként a tiltakozás leghangosabb, nem csak leghangosabb, hanem arányaiban a legnagyobb az újságírók és az úgynevezett celebek és értelmiségek, nem keverném össze, és nem csúsztatnám össze ezt a két réteget, körében volt. Tehát amit az elején is mondtam a beszélgetésnek, hogy a középosztály emeli föl leginkább a hangját, azon belül is azok, akiknek nagyobb lehetőségük van függetlennek lenni, akár el is tudnak menni külföldre. Egy-két színész, előadó elment külföldre, ott tiltakozásul, főképp tiltakozásból, vagy úgy, és voltak olyanok is, akik úgy gondolták, hogy nehéz idők jönnek, jobb, ha ezt külföldön vészelik át. No, ezekkel szemben egyébként már van társadalmi fölháborodás, erre rá is játszik a hatalom, és kicsit fűti ezt a fölháborodást, de ez önmagában természetes. Tehát akkor, amikor az ismert tévés showműsorvezetője Iván Urgant elmegy külföldre, vagy Szobcsák szintén tévés elmegy külföldre az első napon, vagy első napokban már, aztán amikor látják, hogy kicsit megnyugszanak a kedélyek, akkor visszajönnek. Ez nagyon nem tetszik az orosz társadalomnak, mint ahogy az sem tetszik, hogyha a más hangokat nagyon élesen elnyomják, de míg az egyik ellen hangosan felszólalnak, például Jekatyerinburgban még szégyenfalat is kreáltak a város központjában, azoknak a celebeknek, előadóknak a képével, akik a háború első napjaiban gyorsan leléptek, köztük egyébként, akit itthon is ismerhetnek, Alapugacsova és családja. Tehát ez nem tetszik, a másik dolog szintén nem tetszik sokaknak, de az magában rendezi el. Értem, értettük. Köszönöm szépen Stier Gábornak, itt volt velünk, még pár perc van a születik, és addig Aszódi Attilával szeretnék erről a nehéz időkről, mint Stier Gábor is itt előbb szóba hozott, beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen, viszont. És akkor itt is van Aszódi Attila, akit nagyon-nagyon sokat kérdeztek Paksról, és én meg most erről nem szeretnék, Oroszország ennek a műsornak a fókusza. Nem csupán Paks van nyilvánvalóan az orosz nukleáris iparnak kiemelt projektje az elmúlt időszakban, hanem még sok más. Hol vannak ilyen jelen pillanatban futó befektetései? Jó napot kívánok! Hát igen, hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor Oroszország szeresen kapcsolódik az európai atomenergetikai iparhoz. Ugye a jelenlegi paksi blokkokat ellátja üzemanyaggal, de ennek ehhez hasonlóan Szlovákia, Csehország, Finnország, Bulgária, Ukrajna Oroszországból vásárol nukleáris üzemanyagot az atomreaktorai számára, és ezen kívül Nyugat-Európába is szállít dúsított uránt. Tehát az orosz nukleáris ipar, ahogy mondom, szervesen kapcsolódik az európai energiatermeléshez, és ez nyilván van jó pár befektetése orosz cégeknek Európában, szintén az atomenergetikai iparhoz kapcsolódóan. Magyarországon is van olyan gépipari gyártókapacitás, ami orosz tulajdonban van, és a világpiacra vagy az orosz piacra is termel. Két élű ez a kérdés, és mind a két élére szeretnék rákérdezni. Mi történne
a világ energiaellátásával orosz nukleáris ipar nélkül, és mi történik az orosz nukleáris iparral nyugati megrendelések nélkül? Mindenki nehéz helyzetbe kerül. Én valamelyik blogbejegyzésemben azt írtam, hogy Oroszország lábon lőtte magát, meg lábon lőtte Európát. Szóval, hogy tényleg egy nagyon-nagyon nehéz helyzet alakult ki. Itt van egy kölcsönös egymásra utaltság az elmúlt években, évtizedekben, szerves együttműködés volt, és van mai napig is, és hogyha ez az együttműködés most egyik napról a másikra megszűnne, akkor nagy baj lenne a orosz oldalról, hiszen a kapacitásai kihasználatlanul maradnának, és bevételektől esne el. És mondjuk az előbb említett működő atomerőművek tekintetében az európai országok is nehéz helyzetben lennének, hiszen egyik napról másikra mondjuk a nukleáris üzemanyagnak a pótlását, más szállítótól való beszerzését nem lehet megoldani, tehát itt, ha nem maradna fenn az együttműködés, akkor akár az is lehetne a következmény, hogy az atomerőműveket kell időlegesen leállítani üzemanyag hiányában. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon... Ami ha gázszállítás leállítását, vagy elapadásával egybevetjük, hát az egészen érdekes telet feltételez. Annyi a különbség, hogy az átfutási idő nagyon-nagyon más. Tehát ha mondjuk megszűnne a gáz ellátás, megszűnne Európába, Magyarországra jönni orosz földgáz, akkor az egyik napról a másikra gyakorlatilag jelentkezne a csővezetéken, és persze van tárolókapacitásunk, de ez néhány hónap alatt kimerülne, és onnantól nehézségek lennének. Az üzemanyag, nukleáris üzemanyag tekintetében más az időállandó, mert például Magyarországon azt mondja a törvény, hogy 2 évre elegendő nukleáris üzemanyag készlettel rendelkezni kell, tehát az atomerőműben van annyi üzemanyag, hogy 2 évig a működést fenn lehet tartani. Tehát úgy gondolhatnánk, hogy ha mondjuk ez a veszély fennáll, hogy akármelyik fél beszüntetné mondjuk a nukleáris üzemanyag ellátást, vagy annak a befogadását, akkor 2 évünk van a pótlásra. Csak az a gond itt, hogy alternatív szállító ebben a pillanatban például a paksi vagy a lovizai reaktorok számára nincsen a piacon, és egy alternatív üzemanyag kifejlesztése az jóval több időt igényel. Tehát a nukleáris üzemanyag nincs úgy standardizálva, mint egy autó üzemanyag. Nem olyan, mint a 95-ös benzin, hogy bárhol veszek 95-ös benzint, az jó lesz az autómba. Nukleáris üzemanyagnak speciális dúsítása van, reaktoronként eltérő, speciális a geometriai felépítése, adott esetben más anyagokat használnak, mondjuk a nyugati és az orosz szállítók. Tehát egyszerűen másképp néz ki fizikailag az üzemanyag. Egy nyugati reaktor számára készített üzemanyag kazettát nem lehet a paksi vagy a lovizai reaktorba behelyezni, mert egyszerűen teljesen más a geometriai kialakítása. És ennek a kifejlesztése, engedélyeztetése, tesztelése és aztán a legyártása az több időt igényel, mint 2 év. Úgyhogy ez az egymásra utaltság, ez ilyen értelemben itt is fennáll. Még egyszer mondom, kicsivel több idő látszik lenni ebben az ügyben, mint mondjuk a földgáz esetében, de sajnos ez csak egy látszólagos dolog, mert hogyha 4 vagy 5 évig tart, amire kifejlesztünk egy alternatív üzemanyagot, akkor érzékelhetjük, hogy akkor akár 2-3 évre is ellátatlanul maradnának ezek a keleti építésű, orosz építésű reaktorok Közép-Európában, ami óriási nagy villamosenergia ellátási problémákhoz vezetne. Ahogy ön is mondja, egyébként nyilván kombinálva a földgáz ellátási krízissel, ez tulajdonképpen megoldhatatlan feladat elé állítana bennünket. Emiatt is kell nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően eljárni ezekben a kérdésekben. Mindamellett, hogy azt gondolom, hogy hosszú távon az Európai Unió biztosan távolodni fog Oroszországtól, és megpróbálja az alternatív ellátási útvonalakat kiépíteni. Ha másért nem, akkor azért, hogy még egyszer ugyanilyen helyzetbe, ennyire kiszolgáltatott helyzetbe ne lehessen kerülni. Még egy kérdést szeretnék a hírek előtt beszuszakolni. Mindennek a kulturális vonatkozásait illetően
hogy mennyire van involválódva a nemzetközi tudományos, műszaki, értelmiségi rétegnek a mindennapjaiba az orosz kutatóknak a világa. Én arra lettem figyelmes, hogyha Magyarországon a atomerőművek kerültek a vita középpontjába, akkor bármelyik politikai oldalhoz bekötött szakértő megjelent, és elkezdte védeni az atomerőművet. Rosszat nem akarok ezzel mondani, valahol ezt nagyon természetesnek érzem. Ez egy zárójeles megjegyzés, zárójel bezárva. Kiderült róla, hogy Moszkvában végzett. Én azt gondolom, hogy ma Európa és Magyarország tudományos élete és atomenergetikai tudományos élete az kellően független Oroszországtól, tehát megvan Magyarországon és más európai országokban is az a tudományos potenciál, ami akár Oroszország nélkül is abszolút működőképes. De ettől függetlenül az orosz tudományos közélet szerves részét képezi az európainak. Nekünk is nagyon komoly együttműködéseink vannak orosz tudományos intézményekkel. Például ez a VVR-es közösség, tehát az orosz építésű reaktoroknak a tudományos közössége, ez egy nagyon-nagyon élő, több évtizede meglévő és jól működő tudományos együttműködés, ahol persze nyilván ezeknek a politikai kérdéseknek semmilyen helye nincsen, és nem is kapnak teret. De most ebben a szankciós rezsimben, amiben vagyunk, láthatóan ezek az együttműködések korlátozottak, és súlyosan sérülhetnek. De ha még tágabbra nyitom ezt a kérdést, ugye Oroszország részt vesz a fúziós, európai fúziós kutatásokban, az ITER projektben. Oroszország részt vesz a CEN kutatóberendezés, a CEN-ben lévő kutatóberendezéseknek a működtetésében. Nagyon sok európai projektben orosz cégek részt vesznek. Ezek most itt mind sérülnek, tehát ezért is mondtam a beszélgetésünk elején, hogy Oroszország lábon lőtte saját magát, és igazániból bennünket is, mert nyilván ezek a kutatók, akik ebben érintettek, ők nem feltétlenül kapcsolódnak tevékenységükben a háborúhoz, és mégis beleesnek most egy szankciós rezsimbe, és bizony ez egy nagyon komoly veszélyforrás, hogy ezek a szankciók, hogyha hosszú időn keresztül majd fenn fognak állni, akkor ez mind az európai, mind pedig az orosz tudományos életre negatív hatással lehet. Hát majd erre is oda kell figyelni, hogyha rendeződik el. Ha normálisabb idők jönnek egyszer. Igen. Hát ebben reménykedünk, hogy normálisabb idők fognak jönni. Aszódi Attilának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Mi a hírek után folytatjuk tovább a műsorunkat. Beszóló. Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek. Oroszországról beszélünk, az orosz mindennapokról, arról, hogy a háború miként érinti az orosz társadalmat, milyen hatásai lesznek ennek a világnak, és próbálunk olyan szegmenseket nézni, amik körülhatárolhatók, könnyű tisztázni, hogy miről is van szó, és nagyon-nagyon a hétköznapokhoz, nem a politikához tartoznak. Éppen ezért most Szabados Gábor sportközgazdásszal folytatjuk tovább a beszélgetést, és arról, hogy a sportvilágát miként érinti a mostani szankciós rezsim. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Két olyan terület van első blikre, aztán fűzze hozzá, ha még van valami, ahol érzékenyen érintheti a nemzetközi sportéletet az Oroszországgal szembeni szankciók rendje. Az egyik az a nyugaton, meg bárhol máshol szereplő orosz, nagyszámú orosz sportoló, a másik pedig azok a források, amelyeket orosz üzletemberek biztosítanak a különböző sportágakban, különböző kluboknak, illetve egy harmadik, hát az orosz klubok részvétele, meg az orosz válogatottak részvétele a nemzetközi sportéletben. Jól mondom? Nagyjából így lehet csoportosítani, igen. A másodikhoz, tehát ugye az orosz üzletemberek és orosz gazdasági erők befolyásához hozzátenném, hogy ott ugye nagyon sokféle ilyen forrás létezik, tehát a konkrét állami, orosz állami vállalatoktól, amelyek adott esetben szponzorként megjelennek a nemzetközi
sportéletben, egészen olyan magánemberi szerepvállalásig, ahol azért megkérdőjelezhető, hogy ennek az orosz állami politikai irányításhoz van-e köze, ha igen, akkor mekkora mértékben. Tehát azért ez nem egy egyszínű skála, hanem egy elég széles skála, de a másik része a dolognak, tehát sportszakmai szempontból valóban ott is ezt a két nagy kategóriát lehet megállapítani, ami elhangzott, tehát egyrészt az orosz csapatok, orosz válogatottak szereplése, másrészt viszont azok az orosz sportolók, akik nem Oroszországban, hanem valóban szerte Európában, vagy hát tulajdonképpen szerte a világban, mert ugye itt Észak-Amerikát is említhetjük, tehát szerte a világban sportolnak, játszanak különböző sportágokban. A szóba került az, hogy a különböző üzletemberek, amelyek nem feltétlenül orosz állami pénzeket forgatnak meg a nemzetközi sportban, hogy őket is sújtotta most mindenféle intézkedés, hogy nem érez abban valami álszentséget, hogy például most csodálkozik rá a Premier League, hogy Abramovics nem tisztán szerezte a vagyonát, miközben a szaúdiak ott vannak befektetőként, miközben Szaúd-Arábia az ukrán háborút azért meghaladó mértékű jemeni konfliktusban két könnyékkel benne van? Természetesen nagyon sokféle ilyen etikai érv felvethető. Amit itt elmondott, ez mind igaz. És tényleg mondhatjuk azt, hogy eddig tulajdonképpen, amikor pénzről volt szó, a sportvilág is ugyanúgy, ahogy általában egyébként a gazdasági világ, mindig szemet hunyt afelett, hogy onnan származik ez a pénz. Legyen szó Szaúd-Arábiáról, Oroszországról, Katarról, Kínáról, vagy bármiről. Én azt gondolom, hogy itt most ez a háború, az orosz-ukrán háború, ez húzott egy vonalat. Ami most a mostani nyugat-európai, észak-amerikai gondolkodásban azt a választó vonalat jelenti, hogy mi az, amit elfogadunk, és mi az, amit nem. És ez a háború, ez már azon az oldalon van, amit nem fogad el. Mind a gazdasági, mind a sport világ ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy egyébként teljesen jogos az a felvetés, hogy eddig is voltak háborúk a világban, és természetesen ezzel nem relativizálni akarom az ukrajnai háború borzalmait, csak az, hogy nyilván egy olyan háború, ami Európában, a konkrét európai területhez és európai érdekszférához gondolt területen zajlik, az egész egyszerűen sokkal jobban megérinti az európai közvéleményt, és sokkal inkább elkezdenek gondolkodni azon, hogy akkor milyen szankciókkal lehetne esetleg itt fellépni. Na és milyen szankciók lesznek, milyen elődjei vannak ennek a mostani helyzetnek? Hát gondolhatunk a délszláv háborúra, ahol kizárták a jugoszláv válogatottat, egyébként meglehetősen később, mert 92-es EB-re még kijutottak, ugye aztán helyüket a dánoknak adja oda az UEFA, de tényleg az utolsó pillanatban, és aztán a dánok meg is nyerték az EB-t, de ettől függetlenül a jugoszláv focisták például részt vettek változatlanul a nemzetközi futball vérkeringésében. Most mi lesz a helyzet? Hosszú távon tartható-e Oroszország kizárása a nemzetközi tornákról, illetve hogy mi lesz az orosz sportolóknak a sorsa, hogy ez átmeneti vagy tartós helyzetre kell felkészülni? Ez egy nagyon jó kérdés természetesen, és jó is lennék, hogyha erre tudnék pontosan válaszolni. Nyilván ez nagyban összefügg azzal, hogy a háborús helyzet hogyan alakul, tehát meddig tart ez a konfliktus, meddig átment a jelenlegi helyzet. Abban biztosak lehetünk, hogy ha vége lesz a háborús helyzetnek, tegyük fel, holnap kivonulnak az orosz csapatok Ukrajnából, akkor sem áll vissza azonnal minden úgy, ahogy korábban volt. Ez a gazdasági szankciók esetében is feltételezhető, és a sportszakmai szankciók esetében is, már csak azért is, mert a sportszankciók is viszonylag erősen követik a gazdasági szankciókat. Amit itt látni kell, hogy fokozatosan egyre szigorúbb szankciók lépnek életbe. Rögtön, amint megindult a háború, azonnal ugye jöttek az első szankciók. Először még csak az volt, hogy Oroszországban nem játszhatnak mérkőzéseket az orosz csapatok. Aztán jöttek olyan lépések, hogy nem használhatják az orosz zászlót. És akkor jöttek ugye a konkrét kizárások, és a mai napig ezt látni kell, a mai napig azért egyre tart
és szigorodik ez a helyzet. Konkrétan ennek a hétnek a híre, hogy elképzelhető, hogy Wimbledonban például az ottani teniszversenyen nem léphetnek pályára az orosz teniszezők. Amúgy azért érdekes, mert a tenisz azon kevés sportágak egyike, ahol még egyáltalán versenyezhetnek orosz sportolók, mert hogy a legtöbb sportágban kizárták őket. Nagyjából most az a helyzet, hogy csapatsportágokban orosz csapatok sem, klubok sem, válogatottak nem indulhatnak, de az orosz játékosok külföldi klubok színeiben versenyezhetnek. Egyéni sportágokban meg elég nagy eltérések vannak. Vannak, ahol egyáltalán nem versenyezhetnek oroszok, ez egyébként a legtöbb sportág, és vannak, ahol még igen, ilyen például a tenisz, de mondom, itt is már felvetődött, hogy például Wimbledonban már nem indulhatnak. Tehát azért még egyáltalán nem végleges ez a helyzet, és egyelőre még a szigorodás irányába halad a dolog. És ha itt felmerült ugye a kérdés, hogy milyen történelmi előzménye van ennek, nyilván itt a jugoszláv példát lehet mondani, de az valóban inkább csak egy egyszeri kizárás volt, tehát nem volt ilyen átfogó, szerteágazó hatása, mint az orosz kizárásnak. Tulajdonképpen a legjobb példa az talán Dél-Afrika kizárása lehet a sportéletből, amikor ugye az apartheid idején gyakorlatilag semmilyen nemzetközi sport életben nem vehetett részt Dél-Afrika. Ez még Oroszországgal most nem történt meg, de nagyon határozottan ebbe az irányba tartunk. Nyilván kérdés az, hogy mikor éri el ezt az állapotot a mostani helyzet. Erre mondtam, hogy ez nagyban függ a háborús helyzet alakulásától is. Ugyanakkor a két eset között ugye éles különbség, hogy Dél-Afrika messze nem játszott akkor a szerepet a világ sportjában soha, sem akkor, sem most, mint amilyet Oroszország játszik, hiszen Oroszország ugye a világ egyik vezető sporthatalma. Hát egy sportágat mondjuk leszámítva, és ott emlékeim szerint ott azokat is szankció érte, akik barátságos mérkőzést játszottak a dél-afrikaiakkal a rögbiben. Ez így van, így van. Tehát ilyen valóban volt, ugye erre az idősebbek biztos emlékeztetnek, hogy ugye például azt hiszem a montreali olimpián talán pont azért nem vettek részt az afrikai országok, mert a NOB nem volt hajlandó kizárni azt az Új-Zélandot, aki játszott rögbi mérkőzéseket Dél-Afrikában. Ilyenek valóban voltak, de azért azt gondolom, hogy Dél-Afrika sportja még így sem hasonlít, tehát ezzel a tudattal sem hasonlítható össze azzal, ami most ugye Oroszország szerepe a nemzetközi sportéletben. De visszatérve a kérdésre, hogy hova fejlődhet ez a jövőben, hogyha a háborús helyzet megmarad a mostaninak, tehát hogy nem sikerült gyorsan békés megoldást találni, akkor nagyon könnyen eljuthatunk abba az állapotba, ahol Dél-Afrika volt az apartheid idején, tehát hogy Oroszország teljesen kiközösítés sorsára jut a nemzetközi sportéletben, akár még odáig is eljuthatunk, hogy mondjuk az európai sportklubok nem foglalkoztatnak orosz sportolókat. Erre egyébként már most is van példa. Tornában például nem olyan régen német tornaklubok jelentették be, hogy orosz tornászokat ezek után nem foglalkoztatnak. Egyelőre mondjuk labdarúgásban és más sportágokban ez még nem történt meg, vagy mondjuk az észak-amerikai ligákban, a jégkorongiában, például az NHL-ben sem történt meg, ahol ugye vannak orosz sportolók, de mondom, a helyzet fokozódásával előfordulhat ez is, tehát egy ilyen teljes bojkottja az orosz sportnak és sportolóknak. Ha viszont sikerül megoldást találni a háborús helyzetre, akkor lassan, ezt hangsúlyozom, hogy nem azonnal, hanem lassan, de elindulhat visszafele is a folyam. Lehet-e a Fradinak például baja abból, hogy orosz edzője van? Egyértelműen igen. Tehát annak szellemében, amit az előbb elmondtam, hogy ebbe az irányba haladunk, hogy előbb-utóbb eljuthatunk oda, hogy a külföldön dolgozó és sportoló orosz sportemberek is bojkott alá kerülhetnek. Ennek lehet valóban egy olyan következménye, hogy Stanislav Cserchesov például nem ülhet le a Ferencváros kispadjára a magyar labdarúgó NB1-ben. Egyelőre nem valószínű, hogy ez nagyon gyorsan megtörténik. Én azt gondolom, hogy itt a nyári bajnoki szünet, az talán lehet egy vízválasztó, tehát hogyha addig nem rendeződik a háborús helyzet Ukrajnában, akkor könnyen elképzelhető, hogy az új bajnoki szezonra már szigorúbb szabályokat hoznak a szövetségek. Ami egyébként érdekes lesz, mert mondjuk a japán foci bajnokságban is játszott észak-koreai játékos, azt nem sújtották ilyen jellegű szankcióval.
melyik sportágok éreznék azt meg, hogyha a orosz szakvezetőket, illetve sportolókat kivonnák? Melyik sportágoknak borulna fel teljesen az élete? Látni kell, hogy a labdarúgásban például viszonylag kevés orosz futballista játszik külföldön. Vannak, de a legtöbben hazai klubokban játszanak. Tehát ott mondjuk olyan egetrázó változást ez nem okozna, ami egyébként azt is jelenti, hogy az UEFA és a FIFA akár könnyen meg is hozhat egy ilyen szankciót, éppen azért, mert hát inkább szimbolikus jellegű lenne, és igazi változásokat nem okozna. Nagyon nagy változásokat például a jégkorongban okozna, ugye az előbb említett észak-amerikai jégkorongbajnokságban, az NHL-ben például nagyon sok orosz klasszis játszik, és szerte Európában ugye sok nyugat-európai csapatban játszanak oroszok. Tehát ez mondjuk tipikusan egy olyan sportág lenne, amelyiket nagyon erősen érintene egy ilyen tovább fejlesztése ennek a bojkotnak. És hasonlóan azért mondjuk kézilabda, kosárlabda is érintve lenne. Hozzáteszem, hogy itt is azért azt el kell mondani, hogy a játékosok legnagyobb része orosz bajnokságokban, tehát az orosz bajnokságban, orosz csapatokban játszik, de az biztos, hogy ha most kifejezetten ugye a legnagyobb összegeket megmozgató csapatsportágokra gondolunk, akkor a jégkorong az, ahol a legtöbben játszanak külföldön. A másik pedig, amit megint ki kell emelnem, a tenisz, amit ugye az előbb említettem, mert ott hát jelenleg ugye például a világ második számon teniszezője Medvegyev is orosz, tehát az például már is egy komoly változás lenne, hogy ha valóban a tenisz ből is számíznék az orosz sportunkban. Mit okoz a világ sportjában az orosz pénz elzárása? Talán ez a legjobb kifejezésre, kirekesztése. Ezek inkább mondhatni elszigetelt problémák. Tehát alapvetően a sportvilágot nem rázza az meg, hogyha az orosz források elapadnak. Nyilván mondjuk az UEFA-nak meg kell azt oldani, hogy az eddigi főszponzora a Gazprom helyett egy másik szponzort kell találnia, de ezt meg tudja oldani. Tehát azért ezt el tudjuk képzelni, hogy a Bajnokok Ligája szponzorációjára gyakorlatilag sorban állnak a cégek, ki kell választani közülük egyet, aki belép a Gazprom helyére. Tehát ez nem olyan nagy probléma. Természetesen azok a csapatok vagy kisebb szövetségek, amelyeknek jóval nagyobb arányt képvisel a szponzorációs bevételeiben egy-egy orosz támogató, azok lényegesen komolyabb bajba kerülhetnek. Ugye itt a legtipikusabb példa, amit azt gondolom, hogy talán mindenki ismer, ugye a Chelsea esete, amelyek ugye Roman Abramovich tulajdonában volt, jelenleg is folyik a klubnak az eladása. Egyelőre még nem tudni, hogy ki lesz az új vevő, de nyilván ez a bizonytalanság ez egyáltalán nem tesz jót a csapatnak, és természetesen itt is mindenkinek az az érdeke, hogy minél gyorsabban ez az üzlet végbe menjen. Ha viszont végbe megy, akkor onnantól fogva stabilizálódhat a klub helyzete. Tehát ezért mondom, hogy alapvetően ezek olyan problémák, amelyek egy adott helyen, egy adott szövetségnek, klubnak nyilván okozhatnak komoly problémát, de magát a sportvilág egészét azért nem rázzák meg. Nem, és ráadásul nem is rázzák meg például a mostani világbajnokságot sem, ahol végül is Oroszországot hát kvázi kizárták arról az ágról, Lengyelország került be, de mondjuk elképzelhető-e olyan olimpia, amit oroszok nélkül rendeznek meg? Hát én azt gondolom, hogy ma már a világban az olyan kérdések, hogy elképzelhető-e, mindig igen a válasz, teljesen mindegy, hogy milyen azután, hogy feltettük azt, hogy elképzelhető, mert most már tényleg olyan dolgok történnek, amelyekre évekkel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy nem, ez nem képzelhető el. Elképzelhető, hogy bezárják-e a világot két évre példának okáért. Igen. De tehát most csak az olimpiákra gondoljunk bele abban, hogy Pekingben és Tokióban ugye úgy szerepeltek az oroszok, teljesen másokból, ugye egy államilag szervezett doping eset miatt, tehát hogy nem használhatták a saját himnuszukat, a saját zászlójukat, a saját nevüket, ország nevüket, tehát már azért ez is nagyon komoly csapás volt Oroszország nemzetközi tekintélyére. Ezek után egy ilyen háború, én azt gondolom, hogy abszolút átbillentheti ezt
ezt az esetet egy még durvább fázisba. Tehát igen, azt kell mondjam, abszolút elképzelhető, hogy ha addig nem oldódik meg a helyzet, akkor a Párizsi olimpián Oroszország egyáltalán nem vehet részt. De tegyük hozzá, hogy ez ugye azért nagyon messze van még, tehát a következő olimpia, a Párizsi nyári olimpia az 2 év múlva lesz, tehát addigra azért remélhetőleg lesz valamilyen megoldásának helyzet. Na de ha nem lesz megoldás, akkor mi van? Az előző órában Stier Gáborral beszélgettem, és azt kértem tőle, hogy fantáziáljunk egy kicsikét, hogy mi van, ha a háború elhúzódik, mindenféle problémák vannak, hogy az etnikai sokszínűség az felelősítette szeparatista törekvéseket Oroszországon belül. Egyáltalán az a helyzet, hogy Oroszország keleti fele sokkal inkább tájékozódik ázsiai országok felé, mint a nyugati irányba. És így tovább, hogyha ez a sport területén elképzelhető, olyan mondom, ismétlen fantáziájunk, hogy Oroszország reagálni fog arra, hogy a nyugati világ, illetve a nyugati világban központtal rendelkező nagy szövetségek kizárják Oroszországot, kizárják az oroszokat. Nyilvánvalóan egy csomó ázsiai erős gazdasággal rendelkező ország nem fog tartani hasonló elzárkózást Oroszországgal szemben, hogy Oroszország megpróbálja kihasítani egy részt a világ sportjából, új területeket nyit. Igazából ugyanezt tudom arra mondani, amit az előbb is, tehát hogy minden olyan mondat, hogy elképzelhető-e, arra szerintem az a válasz, hogy igen. Hát azért abban valóban bele lehet gondolni, hogy tegyük fel, megtörténik azt, hogy tényleg Oroszországot teljesen, maradva ennél a dél-afrikai példánál, tehát én dél-afrikai mintára teljesen kizárják a sport világából. Még egyszer mondom, az a nagy különbség a kettő között, hogy Dél-Afrika ugye jóval kisebb terepet játszott a nemzetközi sportéletben, mint amilyet most Oroszország játszik. És igen, elképzelhetőnek tartom azt, hogy Oroszország a saját politikai gazdasági érdekszférájából bizonyos országokat kvázi saját magához láncolva kialakítana ellenszövetségeket, ellenbajnokságokat. Ott van például ugye az orosz jégkorongbajnokság, a KHL, kontinentális liga, amelyik már most is ugye több volt szovjet tagországból is szerepeltett csapatokat, tehát el tudok képzelni ennek mintájára gyakorlatilag ilyen ellenbajnokságok, ellenszövetségek kialakítását. Elsősorban itt nyilván a volt szovjet tagállamok jöhetnek szóba, és akkor Oroszország ezzel tudná azt bizonyítani, hogy hát van élet mondjuk a FIFA-n, a NOB-on, meg a többi nemzetközi szövetségen kívül is. Ugyanakkor ez nyilvánvalóan nagyon korlátozott erejű szövetség lehetne. Tehát ahogy mondtam, elsősorban itt a volt szovjet tagköztársaságok jöhetnek szóba, és alapvetően a cél itt az lenne, hogy azt bizonyítsák, hogy az orosz sport azért még életképes ezeken a nemzetközi szövetségeken kívül, de hát ha már Oroszországról beszélünk, ez igazából egy ilyen patyomkínfalu lenne. Tehát nem egy valódi, ténylegesen a nagy nemzetközi sportszövetségekkel rivalizálni képes sportszervezet lenne. És akkor a végére egy kérdés, amit felszoktam, akár a háború kerül szóba, akár a gazdasági helyzet, akkor azt most a sporttal kapcsolatban is tegyük fel. Ki profitálhat ebből a helyzetből? Ki profitálhat az orosz pénzek és sportolók kirekesztéséből? Hosszú távon szerintem senki. Tehát hosszú távon ez sem a sportnak, sem a gazdaságnak nem érdeke. Rövid távon nyilván vannak haszonélvezői, el is hangzott ugye, hogy például Lengyelország játék nélkül jutott tovább a VB selejtező következő fordulójába, míg ugye Svédországnak Csehországgal kellett játszania, és akkor így mérkőztek meg ők ketten a labdarúgó világbajnoki kvalifikációért. Tehát ilyen apró haszonélvezők nyilván vannak, köztük ott van mondjuk az a RB Leipzig, ugye a 3 magyar játékos német csapata, amelyik a Spartak Moszkvával játszott volna az Európa Ligában, játék nélkül tovább jutottak. Tehát ahogy mondtam, ilyen apró haszonélvezők nyilván vannak, de összességében, ha tényleg a sport egészét tekintjük, akkor ennek a helyzetnek csak vesztesei vannak. Szabados Gábor sportközgazdásznak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Mi pár perc múlva folytatjuk tovább a műsorunkat. Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól.
Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra is szép délutánt kívánok mindenkinek, Oroszországról, az orosz mindennapokról, az oroszokkal szembeni szankciók különböző területekre gyakorolt hatásáról beszélgettünk eddig, és ezt fogjuk tenni a következőkben is. Vendégem Gorszky Jaroszláv, az Ezer utazási iroda vezetője. Jó napot kívánok! Üdvözlöm mindenkit! Azt arról beszélgettem Stier Gáborral a műsor első részében, én azt azért nagyon fájlalom, hogy nem ismerem az orosz vidéket, főleg a távol-keletet, az ázsiai részeket, hogy ezen soha nem jártam. Először is mikor van rá esélyem, hogy ezt megtehetem? Ez egy jó kérdés. Jelenleg mi is nehezen tudjuk megjósolni, hogy mikor tudunk utazni. Mi akár holnap is tudnánk indulni, ha minden lehetőség adódna, de nyári utazásokat, mert ugye mi szervezünk csoportos utazásokat Oroszország összes városába, illetve tehát vannak olyan körutazások, mi van, amelyik népszerűbbek, Szentpetervár, Moszkva, Transzibériai vasút, és mi úgy azt reméljük, hogy nyáron azért tudunk utazni majd, és meglátjuk, hogy valójában ez így megvalósítható lesz-e. Jó, beszéljünk egy kicsikét arról, hogy a nem kedvelt úti célok közül, tehát Szentpétervár, Moszkva, mi az, ami még ilyen nagyon felkapott? Hát ezen kívül Transzibériai vasút, vasútnak az útvonala, Bajkáltól, Kazány. Ezen kívül hova szerveznek még utat, és kik számára, tehát honnan van érdeklődés rá? Tehát Oroszországon belül ezekre a helyekre szervezünk elsősorban, de egyébként az irodánk nem csak Oroszországba szervez utazásokat, hanem gyakorlatilag világ összes országába. Ki a célközönsége, kik azok, akik most, nem most, hanem az elmúlt években Oroszországba akartak utazni? Mennyire volt a magyarok kedvelt célhelyeihez mérten népszerű egy orosz út? Abszolút, azt gondolom, hogy ez az egyik olyan ország vagy desztináció, amelyikre nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy na, oda mindenképpen szeretnék egyszer eljutni. Akár azokról is beszélhetünk, akik idősebbek is valamikor régebben jártak már Oroszországban, nekik, mivel már elég régen volt, nekik ez emiatt fontos, vagy emiatt vágyott utazás, hogy lássák, ugye 30-40 évvel később Oroszország teljesen más lett ahhoz képest, hogy milyen volt régebben. Tehát ők emiatt szeretnének eljutni, és nagyon sokan vannak, akik nagyon sokat, sok jót hallottak, láttak tévében, és valahogy készülnek erre az utazás, talán egy picit másképp, mint mondjuk európai, vagy valami közelebbi helyre, és az szokott bebizonyosodni, hogy van ebben valami, hogy ez különleges utazás, például a Szentpetervárról úgy szoktak visszajelezni, miután visszaérkeznek az utasaink, hogy tudtak, hogy szép, tudtak, hogy nagyon sok látnivaló van, de hogy ennyire gyönyörű, annyira érdekes és gazdag látnivalóban, ezt nem tudtak elképzelni. Van-e valamilyen olyan speciális szegmens, amelyben nem is az önök irodája, hanem a piac maga olyan kínálatokkal rendelkezik, amelyek Oroszország specifikumok? Például nekem hegymászó ismerőseim a térségben, Oroszországban és a környező országokban is kifejezetten ilyen célból látogatnak. Van-e még ilyen speciális érdeklődés utazással kapcsolatban, amely Oroszország várja a látogatókat, hogy várta pontosabban? Elsősorban inkább mégiscsak kulturális körutazásokról beszélhetünk Oroszországban. Amennyire tudom, vannak fotósok, akik például Bajkal-tóra utaznak, vannak olyanok, akik különböző ralli versenyekre mennek, és saját ralli versenyt szerveznek.
vadászni járnak Oroszországba. Sőt, sporthország, horgászok is, tényleg olyan ismerősem is van, aki nem tudom, hogy hova utazott itt, csak azért, hogy napok megfeszített munkájával kiemeljen egy halat, aztán visszadobja. Igen, igen, ugye Volga Delta az egyik olyan pont az Oroszországban, ahol híres a halászati lehetőségek, híresek ebben a térségben. Inkább ezekről lehet beszélni, hogyha nem klasszikus kulturális céllal történő utazás. Ez azért elég gazdag, amiket felsorolt. Hozzávetőlegesen mennyi külföldi turista látogatja egy átlag évben Oroszországot, és honnan érkeznek, ha van erről információja? Rajton keresztül utaznak akár azok, akik csoportosan szeretnének meglátogatni az országba, illetve akik egyénileg mennek, illetve üzleti céllal utazók is elég sokan vannak. Ezt korábban nem említettünk, de Magyarország és Oroszország között azért van bizonyos mértékű üzleti forgalom is, és többen emiatt utaznak Oroszországba. Körülbelül nehéz most megmondani, hogy összességében Magyarországról mennyien vagy hányan utaznak. Az irodánkon keresztül körülbelül 5 és 10 ezer közötti utaslétszám volt jellemző az elmúlt években. Egy kicsikét elvonatkoztatva az önök irodájától, arról van-e bármiféle tudás, hogy melyik népek körében kedvelt célállomás Oroszország? Tehát Oroszországban elsősorban Európában utaznak, azon belül németek, hollandok, ugye klasszikus olyan országokból származó emberek, akik egyébként is sokat utaznak. Tehát angolok, franciák, abszolút vegyes és színes a paletta, hogy ki utaznak Oroszországba. Ezen kívül természetesen Kína is. Utóbbi években nagyon megemelkedett a kínai turistáknak a száma. Egyesült Államokból is sokan látogatnak Oroszországba. Maradjunk még egy kicsikét a beutazásnál. Gondolom szállodákkal, mindenféle más szolgáltatókkal kapszoros kapcsolatban állnak. Miként hathat ez rájuk, és mennyire kell ahhoz elhúzódnia a válságnak és a szankcióknak, hogy mondjuk ezek a vállalkozások tönkre menjenek? Vagy ki tudják-e váltani valamivel? Jelenleg az elmúlt, ez igazából még Covid idején elindultak olyan programok, amelyek a belföldi turizmust erősítették. Tehát vannak olyan lehetőségek, amikor az állam támogatja a belföldön történő utazást anyagilag, és ezt felhasználva nagyon sokan utaztak Oroszország más régióból, akár Szentpétervár, akár Moszkva. Ugye elsősorban külföldi turisták ezekbe a városokba látogatnak, hogyha itt a infrastruktúráról kell, hogy beszéljük, akkor elsősorban ezekben a városokban szállodák, elsősorban ugye a külföldi turistákra koncentráltak, de az utóbbi időben részben, vagy nagy részben belföldi turistákkal tudtak pótolni a kiesést. Tart-e attól, hogyha a nyugati szankciók, és ez ugye hangsúlyosan nyugati szankciók, sokáig fennmaradnak, akkor mondjuk a piacról kiszorítják önöket a keletiek, tehát mondjuk Kínát, meg Japánt nem érinti ez. És ők is látogatnak, sőt, hát kínaiak, vendégmunkás is van rengeteg a szibériai részeken, hogy abban az esetben ezt ráállnak az oroszok arra, hogy az ázsiai szomszédaik fogják látogatni a különböző híres orosz helyeket. Hát egyrészt ez a folyamat valamilyen szinten, vagy inkább úgy mondom, hogy esély, hogy ez a folyamat lemenjen, hogy ez a kiszorítás megtörténjen, ez 2014-2015 környékén már volt rá esély vagy lehetőség, és valóban
Kínában nagyon sok turista kezdett beutazni Oroszországba, de akkor is azzal találkoztunk, hogy szállodák, szolgáltatók szívesebben dolgoznak európai turistákkal, és nagyon vártak akkor is, és tudom, hogy most is várják azt, hogy tudjanak újra Európából vagy Oroszországtól nyugatra eső részébe fogadni utasokat. Tehát ettől nem tartok. Szerintem, ahogy lehet utazni, most is örömmel fognak várni a csoportjainkat. Jó, akkor fordítsuk meg, nézzük, mi a helyzet a kiutazással. Oroszok, hova, az oroszoknak mi voltak a kedvenc célállomásai? Az hát, hogy szokott úgy elhangzani, hogy orosz turisták mindenhol nagyon sokan vannak, és igazából mindegy, hogy a világ melyik részéről beszélünk, de sokan utaztak Törökországba, hogyha most üdülési szándékról beszélünk. Törökországon kívül klasszikus európai, meg észak-afrikai desztinációkról beszélhetünk, Tunézia, Egyiptom, és Európán belül Görögország, Spanyolország, Olaszország. Most jelenleg Európában ugye nem tudnak utazni Oroszországba, vagy oroszok inkább, tehát most közvetlen járatok száma igazából teljesen nullához levágyenlő lett. Ugyanakkor más országokon keresztül, illetve más országokba, délre vagy keletre eső országokba orosz turisták továbbra is tudnak utazni. Tehát Törökország az továbbra is nyitva van, illetve Egyiptom, Tunézia, ezek a desztinációk most is elérhetők. Hát ez azt jelenti viszont, hogy maximum a pénztárcája szab határt az orosz turistáknak jelen pillanatban. Ha nem érzik meg a válságot annyira, akkor tulajdonképpen Európa szenved ezzel gazdasági veszteséget, mert hát nem csak Törökország, meg ugye oroszok mindenhol sokan voltak, de mondjuk a dél-kelet-ázsiai desztinációk, vagy Bali például szintén tele volt orosszal, vagy India bizonyos helyei. Igen, tehát amikor említettem, hogy keletre és délre ezekre is gondoltam, tehát most is ugye Covid korlátozásokkal együtt, ugye bizonyos országok már nyitnak ezek között, tehát dél-kelet-ázsiáról beszélünk, és oda is tudnak menni Oroszországból utasok, turisták. Beszéljünk akkor egy kicsikét hazánk és Oroszország turisztikai kapcsolatairól. Mi erre a jellemző? Arról beszélt, hogy körülbelül hány magyart utaztatnak Oroszországban, és hogy mire van érdeklődés, és hogy mi a motivációja az Oroszországba szervezett utaknak. Mi a ellen áramlat? Oroszok mennyien érkeznek Magyarországra, és hova? Oroszországból évente több tízezer utas érkezett, de igazából az összlétszám az e fölött van, tehát több százezer. Tehát több százezerre lehet tenni ezt a számot. És Budapest, Hévíz, Hajdúszoboszló, ez a három legjobb. Budapest, Hajdúszoboszló, és mi volt a harmadik? Hévíz. Ja, Hévíz. Igen. Tehát ezek a városok, ahol elsősorban érkeztek Oroszországból turisták. Egy rész Budapestre érkezett, aki elsősorban körutazás, klasszikus városlátogatás céljából érkezett, és innen indultak különböző programokra. Ezek klasszikus látnivalók, Szentendre, Dunakanyar, Eger, Balaton, és nagy rész emiatt jött Magyarországra, hogy tehát különböző gyögyvizek vagy üdülőhelyeket vegyek igénybe. Ezek elsősorban Hajdúszoboszlóra és Hévízre érkeztek, de ezen kívül többi helyre is ellátogattak. Hogy kell hirdetni Magyarországot az orosz piacon? Hogy mi az, ami érdekes belőlünk, mit lássanak, és kik jelentkeznek akkor ezek utára? Azok érkeztek Magyarországra, akik
tehát ahogy említettem, a gyödvíz miatt, illetve olyan ország, vagy olyan helyek, ahol amelyiket az ember kevésbé talán ismerte eddig, de ugyanakkor nagyon gazdag kultúrával, gasztronómiával rendelkezik, tehát gasztronómia ez volt az egyik olyan vonzó dolog, ami miatt, vagy amit szoktak kiemelni magyar turizmus ügynökség is, meg mi is, tehát ez a klasszikus bor és ételek, tehát magyar konyha. Visszajáróak-e az orosz vendégek? Tehát aki mondjuk egyszer ellátogatott Magyarországra, mi a tapasztalat arról, hogy ők szeretnek-e visszajönni? Igen, szoktak visszajárni. Valószínűleg itt többség, aki visszajár, az a gyödovás vagy gyödvízek miatt jön vissza. Tehát én is személyesen ismerem a Karazin ismertségi körembe. Vannak olyanok, akik rendszeresen jártak Magyarországra, pont amiatt, hogy tapasztaltak a gyödvíznek a hatékony hatását. És ez a szolgáltatás az viszonylag elérhető, vagy elérhető árakon állt rendelkezésre, hogy összehasonlítjuk mondjuk más nyugat-európai lehetőségekhez képest, tehát ez árérték arányban nagyon jó szolgáltatás volt, meg most is az, tehát azok körében ez népszerű volt, akiknek ez fontos volt. Vannak-e nosztalgia turisták, mert magyarokat illetően ezt említettem, mint szempontot, hogy akik idősebbek és korábban jártak a Szovjetunióban, azok kíváncsiak arra, hogy milyen változások mentek végbe, hogy ez fordítva megvan-e, tehát, hogy akik még annak idején az előző rendszerben voltak valamiatt Magyarországon, azok kíváncsiak ránk. Akik ide látogatnak, azok között biztosan, hogy előfordulnak azok, akik itt szolgáltak, például itt a katonasági éveit itt töltötték, és igen, vannak ilyenek, de azt gondolom, hogy azért nem ez a legfőbb motiváció, tehát azért nincsenek olyan sokan. Kik lehetnek, hát gondolom a gyógyvizeknek a infrastruktúrájában tevékenykedők, ahogy elmondtad, de ezen kívül kik lehetnek a vesztesei annak, hogyha nem tudnak jönni orosz turisták Magyarországra? Tehát elsősorban szállodák, buszos cégek, akik nagyon sokat dolgoztak turistákkal, tehát most ezek a szolgáltatók, illetve mennyire tudom, Magyar Turisztikai Ügynökség is azon dolgozik, hogy próbálják pótolni ezt a kieső forgalmat, és más országokból behozni az utasokat vagy vendégeket. Mennyire érinti ez a magyar turizmus? Tehát mekkora részét teszi ki az Oroszországgal folytatott turisztikai kapcsolata a magyar turizmus büdzséjének? Amennyire én emlékszem, hogy a turisták száma, akik látogattak Magyarországra, második-harmadik helyen voltak az oroszok. Tehát ez egy jelentős rész, és nem szeretném most olyan számot mondani, ami esetleg nem pontos, én kb. 20%-a talán tudnám tenni ezt a számot, az orosz turistáknak a száma. Tehát ami igazából jelentős, illetve ami miatt mindig is jelentős vagy fontos volt az orosz turista, hogy viszonylag több időt töltött Magyarországon, tehát nem az átlagos 2-3 éjszakas tartózkodás volt a jellemző, hanem inkább az 5-6 éjszaka, és ami orosz utasra, turistára jellemző az, hogy az ő átlagos költése az mindig magasabb volt, mint más országokból érkező. Tehát nem csak amiatt, hogy több időt töltött Magyarországon, hanem napra bontott költsége, vagy napra bontott költése, amit itt megvalósult Magyarországon, ez mindig magasabb volt. Miből áll ez a költés, vagy miből álltak ezek a költések? Mert gondolom, hát a szállodának a díja az konstans, de hogy mi hol költötték el az orosz turisták a pénzüket? Nyilvánvalóan étteremben például.
Igen, tehát ezek a klasszikus turistás költések, illetve különböző ajándékok, tehát hajlamosak voltak többet költeni ilyenekre is, akár drágább dolgokat megvásárolni. Tehát mindig volt az a réteg Oroszországból érkező turisták között, aki többet engedhette meg magának, és nyilván ez, tehát voltak olyan üzletek, amelyik kifejezetten orosz turistára álltak rá, és nekik ez jelentős forgalmat jelentett az ő vásárlásai. Van-e tudomása arról, hogy a iparágban orosz befektetők voltak-e? Akár kifejezetten turizmus, de mondjuk vendéglátásban. Erről úgy pontos információm, vagy akár nem pontos információm nem nincsenek. Még egy kérdésem itt a végére, hogy hát, hogy is mondjam, csak a legnaívabb lesz. Ön személyesen miben reménykedik? És mi az, ami hány egzisztencia forog most veszélyben az önök, tehát az Oroszország miatti szankciókkal, vagy azt teljes egészében át tudják állítani a világnak másik részeire? Hát ezt a forgalmat, tehát nekünk ez a forgalom nyilván hiányozni fog, akár beutazás, akár kiutazás téren, de amire jó volt, ha lehet úgy mondani, a Covid időszak, hogy megtanította minket is, hogy alkalmazkodni kell a változásokhoz, és olyan piacokat, olyan lehetőségeket keresni, amelyiknek köszönhetően a cég az stabil tud maradni, és nekünk ez sikerült, tehát hiába most Covid után megint jött egy újabb fordulat, ami egy kicsit megnehezíti az életünket. Ennek ellenére tudunk más piacokra nyitni, és valamennyire bepótolni ezt a kiesést, de természetesen várunk, hogy ahogy lehetőség nyílik, rá tudjuk indítani utazásokat Oroszországba. Tehát én azt abba bízom, hogy valamikor nyár folyamán már reális lehetőség nyílhat rá, mert azt tapasztaljuk, hogy az utasaink között is inkább a kivárás jellemző. Van, aki egyértelműen már most lemondta az oroszországi utazásról, és inkább valahol máshol utazik, de többség kivár, és szeretne megnézni, hogy lesz-e lehetőség utazni, és ha lesz, akkor valószínűleg ezt komolyan meg fogja gondolni, hogy utazom is. Az utóbbi időben azt szokhattuk meg szerintem, hogy nagyon gyorsan változik a világ, tehát az események, különböző pozitív, negatív események jönnek egymás után, és nagyon gyorsan, olyan gyorsan váltják egymást, hogy az emberek hajlamosak el is felejteni elég gyorsan, és valahol alkalmazkodni is, akár jó irányba, vagy a rossz irányba fordul bármi, ami világon történik. Úgyhogy ha adódik lehetőség, akkor biztos vagyunk benne, hogy az utasaink is elindulnak. Jó, hát akkor reménykedjünk ebben. Köszönöm szépen, hogy Gorszky Jaroszláv rendelkezésünkre állt. A mai nap Oroszországgal foglalkoztunk, nem kifejezetten a háborúval, hanem inkább annak hatásaival. Én legközelebb jövő héten leszek. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy velünk voltak.